Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben az egyenletekről tanulunk. Mai leckénkben szöveges feladatokat oldunk meg, konkrétan olyan feladatokat, melyben törtek összeadása és kivonása szerepel. Szöveges feladatok esetén az első lépésünk mindig, hogy pontosan értelmezzük a feladatot, a feladat alapján fölírjuk az egyenletet, és azok után már csak meg kell oldani. Nézzük az első feladatunkat. Mennyivel kell megnövelni a 4 9 hogy 7-12-et kapjunk? Mivel az a szócska szerepel a feladatban, hogy megnövelni, így már tudjuk, hogy valamit hozzá kell adni, tehát plusz szerepel. A mennyivel szócska pedig utal az összeadásra, illetve kivonásra. Ha megnövelni, akkor összeadás lesz, ha csökkenteni, akkor pedig kivonás. Ezek szerint adott egy tört, ez a 4 9 -ed. ezt kell megnövelni, ahogy már az előtt mondtam, plusz írunk, egy számmal, amelyet nem tudunk, így helytesítsük x-el. És az eredményünk 7 ed lesz. Íme a szöveg alapján fölírtuk az egyenletet, egy összeadással kapcsolatos egyenlet, már csak annyi a dolgunk, hogy megoldjuk az egyenletet, és megtaláljuk azt a számot, mely megfelel ennek a szöveges feladatnak. Használjunk segédegyenletet, mivel a feladatban egy összeadás szerepel, írunk fölé egy nagyon egyszerű kis összeadást, legyen ez a 3 plusz 2 egyenlő 5. Az ismeretlenem az x, vagyis a mi segédletünkben a 2. A szokásos kérdésünk, hogyan kaphatunk 2-t, ha van egy 5-ösünk és egy 3-asunk. A válasz úgy, hogy az 5-ből ki kell vonni a 3-at. Ugyanezt tesszük a mi egyenletünknél is, tehát x-et úgy számoljuk ki. Az 5-ös alatt megnézzük, hogy melyik tört található, ez a 7 12 -ed. ebből ki kell vonni, tehát írom, hogy mínusz, a 3-as alatt lévő törtet, ez pedig a 4 9 -ed. Ahhoz, hogy ennek a két törtnek a különbségét kiszámoljuk, először is ki kell számolni, meg kell találni a legkisebb közös többszöröst. A két szám közül 12, illetve 9, nagyobbik száma 12, abban a 9 nincs megmaradék nélkül. Ezért veszem a 12-nek a kétszeresét, az 24, abban sincs meg a 9 maradék nélkül. Veszem a háromszorosát, az a 36, abban már megvan a 9 maradék nélkül, tehát a közös nevezőnk 36 lesz. Az első törtet bővítenem kell 3-mal, hiszen 36 osztva 12-vel az 3 míg a második törtet bővítenem kell 4 hiszen 36 osztva 9-el az 4. Végezzük el a bővítést, először is leírjuk a törtvonalakat. A törtvonalak alá kerül a közös nevező, amit most számoltunk ki, ez lesz a 36. Az első tört esetében, miután bővítem 3-mal, 7x3 az 21, míg a második tört esetében 4x4 az 16, ez lesz tehát az új számláló. Most már könnyűszerrel ki tudom vonni ezt a két törtet, közös nevezőt lemásolom, az a 36, és a számlálókat kivonom egymásból, 21-16 az 5. Így ki is számoltuk, hogy melyik az a szám, amivel meg kell növelni a 4-9-et, hogy 7-12-et kapjunk. Szöveges példás esetén érdemes választ is írni, egyszerűen csak a most kiszámolt értéket, Behelytesítjük ebbe a kérdésbe, tehát mondhatjuk, hogy a 4-9-et 5-36-oddal kell megnövelni, hogy 7-12-et kapjunk. A biztonságokkáért azért végezzük el az ellenőrzést. Az ellenőrzés abból áll, hogy az eredeti egyenletünkben az ismeretlen helyébe behelyettesítjük az 5 36 -odot. Vagyis, ha felírjuk újból a feladatot, 4 9 plusz x helyett most írjuk az 536 odat és leellenőrizzük, hogy ez az összeg tényleg 712 e Első lépésünkben keressük meg a 9-nek és a 36-nak a legkisebb közös többszörösét. Ez könnyű lesz, hiszen a nagyobbik száma 36, rögtön osztható 9 el maradék nélkül, tehát ez lesz a közös nevező. Csak az első törtet kell bővítenem 4-jel, hiszen 36 osztva 9 el az 4, a második törtet majd csak változatlanul lemásoljuk. Nézzük akkor a bővítést, közös nevezőre, most számoltuk itt, tehát az a 36, az első tört esetében a számlalót szorzom 4-jel, 4x4 az 16, míg a második tört esetében, ahogy már említettem, csak lemásolom változatlanul. Ez az összeg kell, hogy 712-et legyen. Adjuk össze a bal oldalon lévő két törtet, közös nevezőt, ha lemásolom, az a 36, számlálókat, hozzáadom összeadom, 16 plusz 5, az 21. Egyelője ez, 7 12 -eddel. hát így első ránézésre nem, viszont vegyük észre, hogy a 21-36-od számláló is nevező is osztható 3-mal. Ha egyszerűsítem a törtet, 21 osztva 3 az 7, és 36 osztva 3-mal az 12, így már láthatjuk, hogy ez pontosan megegyezik a 712 del Ezek szerint helyesen oldottuk meg a feladatunkat. Második feladatunk úgy szintén szöveges feladat, így szól, mennyivel kell csökkenteni a 2,715-öt, hogy 1,16-ot kapjunk. A feladatban most a csökkenteni szó szerepel, mivel úgy kérdezzük, hogy mennyivel, ez mindjárt utal arra, hogy vagy összeadás, vagy kivonás lesz, mivel csökkenteni, így egyértelműen eldönthetjük, hogy ez egy kivonás. Ez azt jelenti, hogy van egy számunk, a 2,715-öd, ezt csökkenteni kell, írjuk tehát, hogy mínusz, valamennyivel, nem tudjuk, hogy mennyivel, ez lesz az ismeretlen, és a különbség 1,16-od kell, hogy legyen miután fölírtuk az egyenletet, oldjuk meg, hogy válaszolni tudjunk a kérdésünkre. Használjunk egy kivonással kapcsolatos segédletet, egy nagyon egyszerű kivonás, 3 2 egyenlő 1. Az itt ismeretlenünk az x, vagyis a segédletünkben a 2, Kettőt a 3 és az 1 segítségével úgy kaphatunk, hogy a 3-ból kivonjuk az 1-et. Ugyanígy tegyünk az eredeti egyenletünknél is a hármas alatt található a 2,715-öd, ebből vonjuk ki az egyes alatt található törtet, az 116 odat Mivel láthatjuk, hogy a nevezők különbözők, keressünk közös nevezőt, vagyis legkisebb közös többszörösét, a 15-nek és a 6-nak. A nagyobbik szám a 15, abban nincs meg a 6 maradék nélkül, viszont a 15-nek a kétszerese a 30, az már rosszható 6-tal maradék nélkül, tehát a 30 lesz a közös nevező. Az első törtet bővítem 2-vel, 30 osztva 15-tel az egyenlő 2, míg a második törtet 5-tel, hiszen 30 osztva 6-tal az egyenlő 5. Végezzük el a bővítést, tehát a törtvonalak alá írhatjuk majd a közös nevezőt, viszont az egész részeket nem kell bővíteni, azt csak egyszerűen lemásoljuk. Közös nevezőnk a 30, ez került át a törtvonal alá, az első tört esetében, ha bővítünk, 7 x 2, 14, ez lesz a számláló, a második tört esetében 1 x 5 az 5, ez lesz az új számláló. Szerencsénk van, hiszen a kisebbítendőnél található számláló nagyobb, mint a kivonandónál található számláló, éppen ezért párosítás módszerével ki tudom vonni ezeket a számokat. Hogyan? Egészet egészből, 2-1 az 1, a közös nevezőt csak lemásolom, az lesz a 30, és ha kivonom a számlálókat, 14-5 az 9. Vegyük észre, hogy a vegyes törtünk tört része, számláló is, nevező is még 3-mal, tehát itt tudunk egyszerűsíteni, így akkor a végeredményünk 1, és 9-3-mal az 3, 30-3-mal az 10, tehát a végeredményünk, 1,3 tized. Válaszoljunk a feltett kérdésre, mennyivel kell csökkenteni a 2,715-öt, hogy 1,16-ot kapjunk, íme most számoltuk ki, a 2,715-öt 1,3 tizeddel kell csökkenteni, hogy 1,16-ot kapjunk. Ellenőrizzük le a megoldásunkat, ami abból áll, hogy az eredeti egyenletünkben x helyére helytesítsünk be 1,3 tizedet. Tehát a feladatunk most így szól, 2715 mínusz 1,3 tized, ellenőrizzük le, hogy ez egyenlő lesz-e 1,16 dal Először is keresünk közös nevezőt, ami nem lesz nehéz, 15-ben nincs meg a 10 maradék nélkül, viszont annak a kétszeresében a 30-ban már igen, így a közös nevező a 30. Az első törtet bővítem 2-vel, 30 osztva 15 az 2, a másodikat pedig 3-mal, 30 osztva 10 az 3. Ha elvégzem a bővítést, az első tört esetében 2,14 30 adot kapunk, ebből ki kell vonni a második törtet, ami most 1,9 30 ad. És a különbség ellenőrizzük, hogy tényleg 1,16 adot lesz-e el tudjuk végezni a kivonást párosítás módszerével, egészet egészből, az lesz az 1, nevezőt csak lemásolom, az lesz a 30, és ha 14-ből kivonunk 9-et, az 5. Ez még nem egyenlő az 1,16-oddal, viszont ha észrevesszük, hogy a számláló is és a nevező is osztható 5-tel, elvégezhetjük az egyszerűsítést. Az egész részt lemásolom, 5 osztva 5-tel az 1, ez lesz a számláló, és 30 osztva 5-tel az 6, és már láthatjuk, hogy igen, az 1,16-od megegyezik az 1,16-oddal. Leckénk befejező feladatában most tizedes törtek szerepelnek. Melyik számot kell csökkenteni 28,55 századdal, hogy 9,8-et kapjunk? csökkenteni, tehát újból kivonás szerepel, mint az előző feladatunkban, viszont melyik számot, tehát egy ismeretlen számot kell csökkenteni 28,55 századdal. Így tehát az egyenletünk a következőképpen néz ki, melyik számot, mivel nem tudjuk, ez lesz az x, kell csökkenteni, ez lesz a mínusz, 28,55 századdal, ez lesz a kivonandó, és a különbség, ahogy a szöveg is mutatja, 9,8. A feladatunkban kivonás szerepel, segédletként írjunk fölé egy nagyon egyszerű kivonást, 3 2 egyenlő 1. Keressük a segédletünkben a 3-at, amit úgy kapunk meg, hogy a másik két számot összeadunk. Ugyanezt tesszük az egyenletünkkel is, x-et tehát úgy kapjuk meg, hogy a 28,55 századot összeadjuk a 9,8-del. A sorrend lényegtelen. Le is írhatjuk egymással alá ezeket a számokat. Ügyeljünk arra, hogy a tizedes vesző a tizedes vesző alá kerüljön. Miután leírtuk ezeket a számokat, adjuk össze tizedes helyenként. 0 plusz 5 az 5, 8 plusz 5 az 13, írom a 3-at, maradt az 1, elérkeztem a tizedes veszőhöz, kiteszem a tizedes veszőt. 1 plusz 9 az 10, plusz 8 az 18, maradt az 1, és a végén 1 plusz 2 az 3. Tehát a végeredményünk 38,35 század. Válaszolhatunk a kérdésre, melyik számot kell csökkenteni, íme a 38,35 századot kell csökkenteni 28,55 századdal, hogy 9,8 et kapjunk. Végezzük el az ellenőrzést. Az eredeti egyenletünkbe, x helyébe helytesítsük be a most kapott végeredményt, 38,35 századot. Így tehát végezzük el a kivonást, írjuk le egymással ezeket a számokat, 38,35 század mínusz 28,55 század. Figyeljünk itt is arra, hogy a tizedes vesző a tizedes vesző alá kerüljön. Tizedes helyenként vonjuk ki őket, 5 5 az 0, 3-ból 5 nem tudok, tehát kölcsönveszek. 13-ból 5 az 8, ugye az előző helyértéknél maradt 1. 8-ból 9-et úgy szintén nem tudok, kölcsönveszek. 18-ból 9-et az 9, közben kitettem a tizedes veszőt, úgy szintén maradt 1. És a végén 3-3 az 0, és arra vezető 0 nincs is szükség, sőt az utolsó 0 sem, és így már össze tudjuk hasonlítani a feladatunkban szereplő különbséggel, igen, ez pontosan 9,8. Ezzel leckénk végéhez is érkeztünk. Köszönöm a figyelmeteket!